Vagy-e? Most, már. Tesó. Adj egy cigit! Adj egy cigit! Puszi, gyereke, esküszöm. Ezt nézzétek! Boti, ha látod ezt a videót, miért ballább fékezel vele? Mondd el! Csak ennyit akartam. Nem akartam. De fölbasztam magam. Miért? Hát mindenki meg turbos az autója. Igen, meg ott állt a kertbe, a turbószett. Tegyük rá, mi baj lehet, nem? Aztán igazából... De és akkor mit csináltál? Rátettem a leömlőt, amit még annó hegesztettem, rátettem vele a turbót, csak nem nagyon fértem, hogy a gecír dupla van osz. Kicsit faragni kellett, levágni a szelep feléből, meg ilyenek. Coolerem az nem volt. Tibi beszponzorált minket, vagy milyen cooler ez? Iveco cooler talán? Boxer cooler? De kurva jó, mert fém az egész, és igazából lökárdó sarkától lökárító ígér, de az biztos, hogy elég lesz neki. Na jó, de hogy akkor úgy nézett ki eddig a csapatás, hogy kint voltunk 4 órát, aztán szereltel egy napot. Igen, 2 napot. Volt egy ilyen szelep felénél, kilőtte az olajat, lehet sok volt a kartergáz. Ezt nem tudom. Aztán elrepett a szelepfedél, aztán kimentünk csapatni másnap, kigyulladt 4-szer. Ráfolyt az olaj a turbóra, a bondásra. Aztán megint szereltem 2 napot. Tök fasza lett, nem folyt az olaj. Elindultunk, hol mentünk? Tatabányára. Tatabányára. Hát te, én odaértem. Ja tényleg. Innen megállt az AC. Gyorsan megmaszekoltuk. Utána jó volt egy napig, megint, de az kibaszott jó este volt. Akkor nem is volt semmi baj, akkor hazaértem, hogy főfújta a csöveket egy kicsit. Egy köppet, olyan kemény volt, mint a kő. Aztán hengerfejesed, de aztán még kiderült, hogy eldugult az egyik vízcsövem. Meg a zsírú fémlapátos vízpumpa eltört, és megszorult. Nem mentünk vele 2 napot, úgyhogy ne kellett volna valamit maszekolni. De majd most. De hogy gyári injektor van és gyári vezérlő? Gyári injektor és gyári vezérlő. És nincs lefújószerep? És nincs lefújószerep, szóval futter el, mint a geci. És megy. Amúgy az a csúnya. Kifogyott az üzemanyag? És indítás előtt mondom, hogy ezzel sem csak kéne vele csúrgatni az ajust. Köszönjük, hogy ez kosár tölte állomásában. Köszönjük, hogy ez kosár tölte állomásában. Köszönjük, hogy ez kosár tölte állomásában. Kicsi Buli kutya! Harmadikba, meg negyedikbe is teker, de viszont negyedikbe fönt már elkezd csúszni a 240-es erősített kuplungom. 5. szintúgy, 6. az meg felejtős, ott egyből eltekeri a kuplungot. Valamivel biztos erősebb lett, ahol eddig 3. mentem tiltáson siratva, ott 4.-5. pumpálgatva most, egy kicsit nagyobb tempóval. Úgyhogy most, hogy meg ki lehet cserélve a vízpumpa, meg ki lehet fújva a kompresszorra, 6 bar belefújtva a vízcsőbe. 5 másperc nem történt semmi, egyszer csak kilőtte a vizet, ilyet megcsináltam. Most jövő héten kap egy szintert. Aztán ledányoz úgy járó ezérlével, hogy mi az a lóerő, amivel így lehet menni utcán. Még igazából ennél több nem kell fölösleges utcára. Mert hogyha valaki nekem 150-nél többen megy keresztbe bárhol, akkor azt megtapsolom. De nem lehet egyszerűen, nincs olyan kanyar itthon. Maximum 20 fokos M0-ás kanyar, de ott nem lehet keresztbe menni, ugye forgalomban. És ha bírja a hengerfej, kap egy vezérlőt, hogy ez egy csibész legyen. De addig, amíg nem vagyok biztosabb, hogy a hengerfejt nem lövi le, ugye nincs lehúzva teljesen, addig én biztosan nem költök ilyen szarságokra, mert fölösleges igazából.
Most ki lehet vezetve a vezgét is ott fölfele. De kurva jó lett. Most ilyen lesz csinálva, hogy ilyen kis hajtott csöcs neki. Ez jó, de is köpi az olajat, meg ezt aztán azt, ami ott távozik. Lóbacsit projekt. Most a vízpumpával együtt szelepfedél tömítésekkel. Ja, a kipufogósor tömítés is kilőtte, meg a turbótap tömítést is. Ez is úgy volt, hogy egy este kimentünk, és másnap egyik tömítéscsere, másnap kimentünk, aztán másik tömítéscsere. Ezekkel együtt nagyon max. 70 ezer költöttünk az egész projektre. Kapott egy kis kvartergáz kivezetést pluszba. Szétbontottam otthon a zuhanyt. Most nem nagyon tudunk zuhanyozni, csak fürdeni. De megértem. Mert négy autókázás után már köpött ki egy kis kvartergáz, és csapolott le már kis olaj a tartályba. Amit egy festékes dobozba csináltunk, azt nem biztos, hogy meg kell nézni közelről. De amúgy tényleg ott van. De most nagyon koszos, itt szétvert a szervó az olajat, az nem az. Nyilván. Majd azt is kicserélem. Úgyhogy... Zábor, low budget projekt. Szeretnénk gratulálni Ricsinek, aki megnyerte a street bajnokságot méghozzá úgy, hogy az utolsó versenyen végig egy csapágyos autóval kellett autóznia. És nézzük, Salamon Ricsi hajtókarjai benn maradnak-e. Ott már nagyon szép hangja volt a megindításnál, gyereket. És a díjátadó, az pedig itt a korony mögött. Ide várjuk majd a pilótákat is, és a nézőket is a díjátadóra, illetve a csapattagokat. Óriás szögbe, gyerekek, tehát ez... Vagy nálunk a csatornán, ne feledkezz el feliratkozni, és megnyomni a csengőt, hogy időben értesülj a friss tartalmakról. Kövess minket Instán, Facebookon és Discordon is, a linket a leírásban megtalálod. Ha úgy gondolod, van egy érdekes sztorid, keresd fel minket az elérhetőségeink egyikén, és pár mondatban írd le a történetet. Partnereink a Red Sun Shop, a Hub Dino Budapest és a Royal Service.